Szeptember 1-én nem csak új tanterv vár az általános iskola elsős és ötödikes tanulóira, hamarosan digitális tankönyvek is segítik őket a tanulásban. Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke elmondta, a digitális oktatás lényege, hogy a gyerekek minél életszerűbben tudják vizsgálni a feldolgozandó tananyagot. Mindenféleképp szükséges a pedagógusoknak az előkészítése és felkészítésére, és nem csak a pedagógusoknak, hanem magának a technikai felszerelésnek a biztosítása is szükséges, hiszen a digitális tanterem, a digitális tankönyv és a digitális tananyagot használni kell a mindennapi életbe, a mindennapi tanórákon keresztül. Ami segít ebben a pedagógusoknak és a gyerekeknek is, hiszen egy ilyen vizuális világban élünk, hogy a vizuális képeket a gyerekek gyorsabban tudják feldolgozni, habár ez magában rejti azt a nehézséget, azt a veszélyt is magában rejti, hogy felületesen értik meg a gyerekek, de gondolom, hogy itt a klasszikus pedagógiát kell felhoznom, hiszen az, amely a gyerek és a tanár közti viszonyra épül, ezt most maximálisan ki lehet használni, és erre kell építeni magának az osztálytanteremben lezajló pedagógiai folyamatot. A tananyagok előkészítése jelenleg magyar nyelven, Vajdaságban még nincsenek, de a pedagógusok, a kollégáinknak a kreativitása maximálisan jelen van, hiszen már vannak olyan tantermek, amelyet már a Magyar Nemzeti Tanács támogatásából lettek okostáblák, számítógépekkel felettek szerelve, kivetítőkkel, projektorokkal, laptopokkal, és itt már ehhez hasonló, vagy ilyen munka folyik, tehát már digitálisan dolgoznak fel különböző tananyagokat, és itt mindenféleképpen a pedagógusok a saját anyagaikat készítik elő, azokat használják a gyerekekkel közösen. De ezeket a digitális tankönyveket tulajdonképpen a tanár fogja, illetve tanító használni, vagy a gyerekek is? Több lehetőség van. Elsősorban mindenféleképpen a tanároknak készül ez a digitális tankönyv, hiszen a tanárok ebből tudnak tanítani, de ugyanakkor a gyerekeknek is megvan a hozzáférhetési lehetőségük, és digitálisan ők fel tudják ezeket dolgozni, tudják használni, bele tudnak menni ezekbe a programokba, tehát képeket, videókat, feltöltéseket tudnak használni, sőt azt is el lehet mondani, hogy ők saját maguk is tudnak animációkat készíteni, hiszen a feladatsorokban a tapasztalatok alapján az is benne volt, saját maguknak kell elkészíteni bizonyos feladatokat, hasonlóan, mint a házi feladat, csak ez most digitális házi feladat fog lenni, és ezeket az interneten keresztül vissza tudják küldeni az iskolába. A digitális pedagógusok azok közül kerülnek ki, akiktől már nem idegenek a multimediális tartalmak. A projekt kezdeti szakaszában országszerte 70 tanárt, tanítót választottak ki, akik tudásukat átadják majd a kollégáiknak is. Az okos készülékek korában és az IT-szektor folyamatos fejlődése következtében a digitális tantermek, illetve a digitális oktatás logikus lépésnek tekinthető. Zlatko Grusanovics, az Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek nyilatkozva az interaktív tanulás fontosságát hangsúlyozta. A gyermek ugyanazt a tantervet és programot kapja a digitális tartalommal, mint a nyomtatott tankönyvekkel, csak interaktív módon fog tanulni. Hiszen tudják, mi mindent kínálnak az új technológiák, az egyszerű klipektől kezdve a különböző digitális teszteken át, a különféle interaktív tevékenységekig. A projekt a miniszterelnöki kabinet kezdeményezésére jött létre, az Oktatási Minisztérium és az Oktatásfejlesztési Intézet együttműködésével. Vesna Nedeljković, oktatási miniszterhelyettes, a szerbiai RTV-nek elmondta, legfontosabb, hogy ezzel az új módszerrel a gyermek maga is alakíthatja a tanulási folyamatot. Végre egy olyan fejlődésről és olyan fajta tanulási módról beszélhetünk, melyet így fogalmazhatnánk meg röviden. Tervezd meg magad, hogyan tanulsz. Ennek a tanulásnak az a lényege, hogy a tanuló maga fogja létrehozni azt az utat, amely szerint tanulni szeretne. Maga keresi meg a problémát, és talál rá a megoldásra. Ezzel lassan, de biztosan lezárhatjuk azt az időszakot, amikor az volt a fontos, hogy a tanulók szigorúan tartsák magukat a feltett kérdésekhez,
és fejből tanulják meg a tananyagot. A diákok nem kizárólag digitális tankönyveket használhatnak a tanuláshoz. Az Oktatási és Nevelési Intézet átnézte a digitális tankönyveket, összevetette a nyomtatott kiadványokkal, mely alapján javaslatokat tett a nem megfelelő linkek eltávolítására, illetve a tartalmi és a helyesírási hibák javítására.